Az évszámok visszatekintenek, kifejezik a diák éveiteknek, legalábbis a gimnáziumban, a középiskolában töltött diák éveiteknek az évkörét, a színe pedig, ahogyan említettem, a felnőtté válásra akar figyelmeztetni benneteket. Igen, a szalag megjelöl, kifejez és figyelmeztet is. Bár a hagyományok szerint a szallagtűzőket a második fél év elején, valamikor január-február tájékán szokás rendezni, de a vírusjárvány arra is megtanított mindenkit, hogy a lehetőségeket akkor kell kihasználni, amikor azok megérkeznek. Az, hogy a jövő év elején milyen vírushelyzetet kell megélni, beláthatatlan. Így a második Géza gimnáziumban úgy döntöttek, nem kockáztatják, hogy a búcsúzó negyedikesek elessenek egy élménytől, előre hozták a szallagtűző időpontját. A diákoknak ez, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos esemény, hiszen akik a célegyenesbe érkeztek, és erről fogok beszélni majd az ünnepi köszöntőmben is, hogy akik a célegyenesbe érkeztek, azok számára most minden erejüket össze kell szedni, és koncentrálni kell arra a feladatra, ami előttük áll, hiszen az életben az első nagy megmérettetés, ezért mégiscsak az érettségi vizsga, én úgy gondolom. Ezért most azt a gondolatot próbáltam megfogalmazni, hogy milyen fontos az ember életében, és ez az embernek az egyéni életében is mindig együtt van, hogy a tradíció, a hagyomány, annak megtartása, hogy a diák élethez hozzátartozik a szalagtűző is, és tulajdonképpen ez ad az egyéni életünknek is egy vázat, hogy valamilyen formában azért ragaszkodunk a tradíciókhoz, ugyanakkor az embernek improvizálnia kell. Nagyon sokszor az adott helyzethez kell igazítania a mindennapjait, és most így van együtt ebben a helyzetben is a tradíció és az improvizáció, és bizony ez sokszor az ember életében is így jelentkezik, és hát így kell ezt elfogadnunk. Érzőszívű pedagógus nem akarja még egyszer látni végzősein azt a csalódottságot, amit a tavalyi esztendő okozott, hiszen nem lehetett a hagyományokhoz ragaszkodva bálozni és föltűzni a végzősök szallagját. Nagyon várták azt, hogy valamilyen formában azért mégiscsak lesz rá lehetőség, és az, hogy egy osztályteremben, egy órában ezt feltűztük, és ennek semmiféle ünnepélyes formája nem volt, ez valahol azért én azt gondolom, hogy hiányérzetet hagyott bennük. A mostani végzősökben nagyon láttam a készületet és az igyekezetet. Ők teljesen elfogadták azt a felvetést, amikor ezen gondolkodtunk még a tanév rendjének az összeállítása kapcsán, hogy hozzuk ezt lehetőleg annyira előre, hogy tényleg ez ne legyen még korlátozások között megvalósítva, és nagyon-nagyon készültek. Talán ennek még egy olyan előnye is van, hogy előbb túl leszünk ezen, hogy ezután már tényleg akkora az érettségére való készülés és az érettségvizsgára lehet minden energiát fektetni. A gimnázium 49 diákja viseli mostantól a végzést jelentő kis szalagocskát. A tűzés előtt mindkét osztály kis műsorral színesítette az estét. És persze az elmaradhatatlan báli nyitó táncra is sor került, melyre oly sokan készültek a végzősök.